Másfél hete aradtak a 38-as út mellett Nyírtelek közelében. Itt már befejezték a munkát a kombájnok, mint ahogy a vármegye nagyobb részén már learadták a megérett kalászosokat. Augustinyi András azt mondta, idén visszaadja a természet azt, amit tavaly az asszállyal elvett. Ez az idejév a tavaly évnek a teljes mértékben az ellentétje. Tudnék, tavaly tényleg ez az iszonyatos asszály, ami úgy a kalászos napraforgó kukoricát, tehát az egész minden növényt nagyon-nagyon sújtott. Most hála Istennek, hogy egész télen tavasztól volt csapadék, tehát a kalászos az rendkívül jó körülmények között telelt is át, illetve tavasztól ez a sok csapadék. Az biztos igaz, hogy az előrejelzések szerint többre számítottak a szakemberek, és sajnos egy kicsivel lejjebb mendenek. Nem is annyira az esőnek tulajdonított be, hanem az, hogy ugye, hogy a gazdák, illetve ezek a rengeteg inputanyagnak az óriási emelkedésére egy kicsit visszafogták a gazdák, úgy a műtrágyából, mint a gombölőszerből, és sajnos most a termésben meglátszik. Aki oda rakta rendesen a műtrágyát, illetve a gombölő rovarőrös kezelésre nem feledkezett meg, az biztos, hogy jó termésre számíthat. Az aratás rendben megy a vármegyében, azonban a betakarított termény tárolása már nem ilyen egyszerű. A helyi magtárak ugyanis még mindig tele vannak a tavalyi ukrán gabonával. Ez okozza most a legnagyobb gondot. Ez a tároló kapacitás, ez most meg fogja határozni az elkövetkező hónapokat. Már arról nem is beszélve, hogy ugye a mostani időjárás az a kukoricának kedvez, de bár szerintem most ez a két hét meleg, hogyha most kapunk jelentősebb csapadékot, akkor nem lesz hiány a termésbe, tehát bőven lesz kukoricatermés is. Most ez a két hét, mert most ugye nővirágzás van, utána szemképzésre, hogyha jön, akkor tényleg nagyon jó termés várható kukoricában is, illetve napraforgóból is, de még azért erről korai beszélni, mert még azért hónapok még hátra vannak. Betegség esetleg mennyire támadták meg ezeket a szántóföldi növényeket? Hát a napraforgónál kellett ugye gombölőszeres kezeléssel védekezni, a kukoricánál most ugye rovarkártevők ellen védekezünk, de amúgy nincsen olyan jelentősebb kártétel. Itt most még egyedül ebbe a nagy melegbe, nehogy valami jégeső jön, mert ugye Dunántúl, illetve Magyarország elég sok területen látjuk, halljuk, hogy milyen, az még jelentős mennyiségű, vagy jelentős károkat okozhat a növénykultúrákba. Jó termésre számíthatnak a burgonyatermelők is. A gyulatonyai állomáson több fajtával is kísérleteznek. A mennyiségre nem lesz panasz idén, az árak azonban még nem meghatározottak. Tavaly a burgonyára is rányomta a bélyegét, az iszonyatos légköri asszály, illetve az UV-sugárzás. Most ebben az évben pont akkor, mindig akkor kellő mennyiségű csapadék jött. Tehát most ebben az évben még véleményem szerint, aki nem öntözött burgonyát, annak is jó termés várható. Hát nyilván ez, amit az előbb említettem, hogy megfelelő tápanyaggal, illetve jó mennyiségű vetőgumóval kell, hogy párosuljon. Hát én 43 éve termesztem a burgonyát, úgyhogy én nekem nagyon-nagyon a szívem csücske. Hát volt ugye mélypont, volt magaspont is, most szerény véleményem szerint ez az év talán-talán, tehát termés szempontjából valószínű, hogy messze jobb lesz, mint a tavalyi év. Hogy árkérdésben milyen lesz, azt még nem tudom, de véleményem szerint a tavalyi árakat, amit mi termelők kaptunk, azt el kell felejteni, mert attól szerintem nyomottabbak lesznek. Minden növényi kultúrára igaz, hogy a lehulló csapadék mennyisége befolyásolja a termés átlagot. Kulcskérdés ezért az öntözés. A kormányzat azzal támogatja idén a gazdákat, hogy az idei évi mezőgazdasági célú vízhasználat díját a termelőknek nem kell megfizetni.